Sziasztok, partnerőrök, te ismét duplán itt vagyunk. A mai videóban, pontosabban ebben a videóban meg fogjuk nézni, hogy mennyire jó vagy mennyire nem jó parfüm a Jean Paul Gaultier-től a Le Male, ami gyakorlatilag az Amouage Reflection Man-nek a designer verziója. 95 óta kering közöttünk, egy rohadt sikeres illat, hogyha MFK-nek a neve, Maison Francis Gaultier-nek a neve mond nektek valamit, tehát ez az az ember, aki megcsinálta Jean Paul Gaultier-nak a Le Male-t, és ez a parfüm azóta világhíres, gyakorlatilag ennek köszönheti világ hírnevét is a parfümőr. MFK-nek szerintem az egyik legjobb designer munkája a Le Male. A parfüm egy vaníliás, aromás, ámbrás, fuzsér illat, szinte meg tudnád enni. Rohadt jó randi parfüm. Hogyha olyan illat akar a vadásztok, vagy olyan illatot szeretnétek magatoknak, amire nem kell iszonyat pénzt kiadni, viszont szeretnétek valami kifejezetten nőcsalogató, vagy lánycsalogató, vagy hölgycsalogató illatot venni magatoknak, akkor kurva gyorsan menjetek el, és nézzétek meg. Na most, mivel több videót veszünk el most egymás után, azért van rajtunk ugyanaz a ruha, és ezen a kezden még rajta van a 1 million, szóval jobb kézre megy a Le Male. Miért nem megy a Le Male? Nem elment. Fele rám jött. Hát akkor szóval biztos jó lesz. Hát ez az a parfüm, ez az a parfüm. Amúgy tényleg hasonlít Reflection, mert... De ugye, hogy mondom? Amúgy tényleg. Amúgy és nem is gyengén. Most a Dior mellé oda csöppent pár, de... Az a durva... Ja, amúgy kemény. Az a durva, hogy még a Le Male-ra nem fogsz kiadni szerintem 20 ezer forintot se, vagy lehet, hogy 20 ezer forint körüli összeget fogsz kiadni egy emberi adagért, addig ezért a parfümért hát nem 20 ezeret fogsz kiadni. Míg ez nincs, ez designer, míg ez ugye olyan dobozba jön, hogy iszonyat brilliáns, és ugye olyan a dizájn, és Swarovski kristály van a kupakban, meg stb. Ami tök jó, meg minden, meg emeli az értékét, de ha csak a papírdobozos gyönyörűségre, sőt hülyeséget mondok, hogy nem papírdobozba jön a Le Male, a legtöbb, illetve pontosabban mostanában most a legtöbb Jean Paul Gaultier illat egy fémkerek dobozban jön, olyan, mint hogy konzerv lenne, nem konzerv, ez hülyeség, de kb. Úgy néz ki. Iszonyat jó. Isteni film amúgy. Iszonyat jó. Most az el van keverve az elixir? Nem, most fújtam ide mellé. Na például itt a különbség. Most már úgy is mondtad, hogy több videót veszünk fel egymás után, itt van még a Savage elixir rajta, meg se lehet érezni mellette. Az elixirt? Meg se lehet érezni, szagold meg. A kézfejben volt az elixir. Amúgy ott... érzem. Amúgy finom egyébként, de ez nem annyira lágy, mint az Amouage egyébként. Annyit adok, hogy erősebb szerintem, mint az Amouage, de ez másabb. Tehát először, amikor ráfolyt a kezdre, én azt éreztem, de most szagol meg megint, nekem már változott az illat. Mondjuk az biztos, hogy ha... Kicsit Prada-s amúgy nekem. Tehát nekem amúgy a Jean Paul Gaultier parfümök amúgy nem nagyon. Ez azért lehet talán Prada-s neked, mert ebben van levendula. És szerintem a levendula miatt lehet, mert nagyon sok Prada rohadt jó bánik a levendulában, az irisszel, tehát hozzá, tényleg. Jó. És talán azért lehet kicsit hasonló szerintem, meg ugye ez nem annyira, nem mondom, hogy agresszív, mert hülyeség, mert se a Reflection, mert se pedig az egyébként. De amúgy finom. Ez nagyon jó, és ugye a másik jó dolog a Le Male-ban, hogy egész évben nagyon jó használható parfüm. Még azt sem mondanám, hogy a melegebb időkben kicsit nehezebb lenne. Tehát azért a parfüm tartalmaz a levendula mellett ugyanúgy vaníliát, mentát, bergamó, kardamomagot. Ugye ezek azért, hogyha melegebb idő van, érződik? Igen, most hogy mondtad vaníliát, most igen, meg a toka beans is. És ugye ezek az illatok, vagy ezek az illatjegyek tök jól működnek melegebb időben is. Rengeteg nyári parfümben úgy benne van a tonka, balva, a bergamó, és szerintem ez egy brilliáns kombó. Tonka, balva. Így van. Azt használják úgy, hogy hihetetlen parfümökben. Kurva jó illat, és az a cink talán vele, hogy úgy, mint hogyha el lett volna feledve ez is. Pedig szerintem ok nélkül, mert korosztálytól függetlenül azt tudom mondani, hogy talán ez még egy fiatalabb korosztálynak is talán nagyon jó használható. Mélyen beleszagolsz. Akkor kihezed ezt az ilyen nagyon friss, mentás, ilyen nagyon erős rágó. Ugye a menta talán meg a benne lévő virágok miatt tényleg olyan, mint egy kicsit ilyen rágógumis, mentás rágógumis
szerű lenne egy picikét. Szóval azok, akik ezt a parfümöt veszik, ők előszeretettel vásárolják a következő illatokat. A L'Anneau de L'Homme-ot az Yves Saint Laurent-tól, hát ugye nem véletlenül, a Fahrenheit-et a Dior-tól, Hermès-t a Thierry de Hermès-től, Acqua di Gio-t, hát Paco Rabanne 1 Million is befigyel itt a sorok között, illetve a Bleu de Chanel a Chanel-től. Szóval tartóságát tekintve azért egy 6-8 órás parfümről beszélünk, iszonyatosan kellemes az illat, tehát egyáltalán én nem emlékszek olyan időszakára a parfümnek, amikor azt mondtam volna, hogy hát most annyira úgy nagyon nem tetszik ez a része a parfümnek, hogy kezdett ugye kibontakozni az illat. Amúgy nekem tudod mihez hasonlít? Most amúgy majd lehet, hogy ez most viccesen fog hangzani meg, de mondjuk mindegy. Nekem ahhoz, amikor voltak az autókban ezek a fenyőfás illatosítók. És azok finomak voltak egyébként. Nem, hát figyelj, azok finomak voltak, mert frissek voltak ugye abban hivatalosan. Ugye azok is ugye, hát nem tudom, hogy parfümöző voltak, vagy hogy készítették őket, de nagyon finom illatuk volt. És egyébként ez olyan, mintha annak lenne, ennek a zöldnek, ami volt, egy nagyon igényes verziója, de nagyon finom. Mert amúgy ez a frissesség, természete, nagyon, nagyon jó illata van. És nekem amúgy ahhoz hasonlít, így, mert azt tudom, hogy abban is volt ugye menta, meg volt eukaliptusz, meg ilyen dolgok. A parfüm projekciója annyira nem a legjobb. Egy ilyen egy-másfél óráig úgy szépen lükteti az emberről az illatot, viszont utána szerintem nem fog érdekelni, hogy bárki más is érzi a parfümöt körülötted, ugyanis teljesen megleszte elégedve az illattal. Főképpen azért, mert szerintem egy olyan illatról beszélünk, ehhez el tudsz képzelni olyan alkalmat, vagy olyan eseményt, ahova nem lehetne felvenni, vagy nem lehet hordani. Teljesen bárhova. Nem fogtok mellélőni, hogyha egy ilyen parfümöt kipróbáltok, pláne, hogyha meg is veszitek. Köszi, hogy itt voltatok. Ez volt a Le Mans Jean Paul Gaultier-től. Vigyázzatok magatokra, vegyetek parfümöt és illatozzatok. Sziasztok!